három negatív volt két persze, és ahogy ígértem, jöjjenek tehát a jó tanácsok. Sokan tapasztalják azt, főként ha a saját vállalkozásukat egyengetik, hogy soha nincs megállás, még a nyaralás idején sem, pedig a feltöltődés mindenkinek jár, és fontos is lenne. Na de hogyan egyeztethető össze a kikapcsolódás a munkával? Ezt már Sors Ervik, sorozat vállalkozó üzleti mentortól kérdezem, akit köszöntök itt a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Halljuk tehát a jó tanácsokat. Egyáltalán hogyan tudjuk megengedni magunknak azt, hogy mondjuk most akkor levesszük a munkát, és akkor ténylegesen jöjjön az a pihenés. Egyáltalán kell-e drasztikusan szétválasztani a munkát, a munkára való koncentrálást a pihenéssel? Semmit sem kell. Én szeretem úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy ugye ezt rugalmasan érdemes kezelni, és lehetséges, hogy valakinek az válik be, hogy foglalkozik reggel egy 30 percet a vállalkozásával vagy munkával, aztán utána este is egy 30 percet, ránéz egy pár e-mailre, elintéz egy pár telefonhívást, vagy amit szükséges aznap, azt úgy abban a kis időben megpróbálja bele sűríteni és akkor elvégezni. De biztos vagyok benne, hogy olyan ember is van, aki azt mondja, hogy ő munkával semmiképpen nem szeretne foglalkozni akkor, amikor nyaral, és ezzel sincsen semmi baj. Tehát érdemes ugye kiismerni magunkat, hogy mikor vagyunk nyugodtabbak. Én személy szerint sokkal nyugodtabb vagyok, hogyha egy kis munkát belecsempészek a nyaralásba is, ugyanis imádom a munkámat, imádom azt, hogyha foglalkozhatok, egy picit haladhatok aznap is azzal ugye, amit szeretek. Ebből kifolyólag nekem sokkal kényelmesebb és sokkal nagyobb örömet okoz, hogyha foglalkozom vele egy picit reggel, aztán egy picit este. Igen, szerintem nagyon fontos, hogy amit tudunk, azt delegáljuk, tehát bízzunk meg a munkatársainkban, bízzunk meg akár az asszisztensünkben, akár a társunkban, akár bárkiben, aki ugyanazokat a feladatokat el tudja végezni, amit mi. Nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy senki nem tudja olyan jól elvégezni azt a bizonyos feladatot, mint ahogy mi. Na, ezt nem szabad így gondolni, ezt érdemes elengedni, és igenis felelősséget tenni annak az embernek a vállára, akivel együtt dolgozunk, ugyanis ettől a bizalomtól ő sokkal jobban fog valószínűleg teljesíteni, és javulni fog ugye a kettőnk kapcsolata is. Úgyhogy én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy válassza ki azokat a személyeket, akik ilyenkor tudnak neki segíteni, és mondjuk a 80-90%-át a munkának, azt rájuk tudják bízni. Van egy technika, amit nagyon szeretek alkalmazni, minden egyes reggel meg szoktam ezt csinálni, az pedig az, hogy felteszem magamnak azt a kérdést, hogy mi az a legfontosabb három feladat, amit ma mindenféleképpen el kell végeznem, és szerintem ezt érdemes nyaralásnál is alkalmazni, és hogyha azt a három feladatot akár teszem, azt már reggel abban a 30 percben, vagy abban a 60 percben el tudom végezni, akkor utána meg tudok nyugodni, utána ezt a fajta stresszt, ezt el tudom engedni, és azt mondom, hogy most már át tudom adni akkor magam a nyaralásnak, most már tudok lenni a családommal, a párommal, el tudom engedni magam, át tudom adni magam ugyanannak a bizonyos pihenésnek, nyaralásnak, és nem azon kattog, hogy úristen, még hány feladatot kell elvégeznem. Mi van akkor, hogyha valakinek a munkája nem tölti el akkora szeretettel, és nem tölti el akkora, hogy mondjam, hivatástudattal,
óriási szeretettel és megértéssel szeretném azt mondani, amit most fogok, hogy aki nem szereti a munkáját, sőt kifejezetten irtózik tőle, az a nagyon-nagyon egyszerű és rövid tanácsom, hogy váltson, keressen valami olyat, amit igazán szeret, amit igazán élvez. Én nagyon szeretem ezt mondani az embereknek, és azt gondolom, hogy mindenki tud valami olyat találni, amit szeret, csak ugye sokan félünk váltani, sokan félünk az ismeretlentől, a változástól. Persze, hogyha ott van egy család mögöttünk, aki ugye számít a bevételre, stb., akkor egy picit nehezebb, de akkor sem lehetetlen. Úgyhogy én első körben ezt tanácsolnám. Más szempontból picit még megvilágítva, azt gondolom, hogy egy ilyen nyomasztó munkában benne lenni és attól elmenekülni, az sokkal rosszabb, mint az a pici időszak talán, amit munkakeresésre fordítanánk, és akkor lehet, hogy egy picit így szintén elfognának minket a negatív gondolatok vagy hiedelmek. Érdemes olyat csinálni, amit tényleg szeretünk és ki tudunk benne teljesedni, úgyhogy ez lenne a tanácsom. Én is nagyon köszönöm a felkérést, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük, viszonthallásra. Valami? Karcefem! Karcefem!